Jó estét kívánok a heti Libazsír nézőinek! Szegvári Kati ezúttal egy olyan férfi vendégről gondoskodott, akinek a könyvét én már elolvastam, az a címe, hogy Lichtig második élete, kulturális terméket jelenítek meg. Részben erről a könyvről szeretnék vele beszélgetni, részben arról az érdekességről, Lackó Gábor az illető, hogy miért költözött vissza Magyarországra Svájcból. Ez a két kérdés az értekezlet tárgya. Köszönjük ezzel együtt, hogy bejött. Jó estét! Kedves csokolom! Szervusz, Kati! Hello, mi osztálytársak voltunk, úgyhogy mit tegeződni fogunk. Igen. Miért költöztünk haza? Hát ez egy... Több éve gondolkoztunk rajta a feleségemmel, hogy mi legyen, tehát érett a dolog. 35 év után költöztünk haza. Számos jó akaratú barát mondta, jó helyen vagytok ti ott Svájcban, maradjatok ott. De magának hiába beszéltek. Nem, nekem hiába beszéltek, és végül is, ha az ember már nem dolgozik, és külföldi tulajdonképpen, hiába van egy piros alapon egy fehér keresztes útlevele, attól még nem lesz. A magyar állampolgárságot nyert nagy nehezen. Hány év alatt sikerült? Hát az nem könnyű, mert alapból 12 év a várakozási idő. Nálunk elírták a Lackó CZ-re, ez egy fél éves csúszást eredményezett, komolyan. A feleségem keresztnevét is elírták, az egy további fél éves. Bonyolult keresztneve van? Borzasztó bonyolult keresztneve van. A Máriát lefelejtették, a második keresztnevét. Na, lényeg az, hogy 15 év alatt sikerült megkapni. Volt egy vizsga is. Hát állampolgársági vizsgát minden szoktak. Nehéz? Tetetni. Nem nehéz, tőlem ilyen államjogi kérdéseket kérdeztek azóta. Akkor is elég sokat nőttem a feleségem szemében, mert tudtam rájuk válaszolni. De másnap fölhívtam őket, és kérdeztem, a polgármester, a lozáni polgármester volt a zsűri elnöke, és kérdeztem, hogy... Mit felhívtad a polgármester? Nem a polgármester, hivatalt hívtam föl, hogy mégis mire lehet számítani, hogy sikerült a performance, és akkor azt mondták, hogy miért úgy gondolja, hogy nem. Mondom, én nem tudom, én nem gondolok semmit. Erre azt mondta a nő, hogy mert a polgármesternőnek a magatartásából arra következtet, hogy nem volt elég kellemes. Mondom, hát valami ilyesmi. Azt mondja, velünk se az. Úgyhogy aztán megkaptuk, igen. Na, szóval végül is... Te komoly beosztásban dolgoztál, szóval nem kifutó igen. Fiú voltál. Igen, tulajdonképpen ez egy nagy multinacionális cég volt, évi körülbelül, csak egy nagyságrend miatt, évi 10 milliárd dollár volt a forgalma, és 90 országban voltak irodái a cégnek, és az egész kelet-európai résznek tulajdonképpen én voltam a főnöke. Ennek Budapest volt a központ, itt volt néhány cégünk, és képviseletiroda is volt. De maga nem itthonról dolgozott? Nem, kintről dolgoztam. Én itthonról akartam annak idején. Mikor 89-ben, pont a rendszerváltás előtt pár nappal kaptam ezt az állásállatot, és szóltak, hogy én itthonról akartam ezt csinálni. Mm. És azt mondták, hogy nem lehet, mert az atmoszférát érezni kell, és akkor végül is kimentünk. Vissza. Svájcba kellett az atmoszférát érezni? Svájcban a cégnek a company policy-t kellett érezni. És maga olyan későn ment ki a rendszerváltás? Nem, mi 84-ben vállalati kiküldöttként kerültem ki, külkeres voltam. Ja, még rendes disszidens akkor. Én egy rendes disszidens voltam, aki betartotta a szabályokat, igen, szabálykövető disszidens, tehát rendes vállalati kiküldött voltam, és akkor 89-ben haza is jöttünk, mikor lejárt a kiküldetés, és egy fél év múlva visszamentünk. Tehát volt egy fél év szünet, és utána jött ez az állásajánlat, és visszamentünk. És a szabadság elől elment Svájcba. Akkor, amikor itt minden olyan izgalmas volt? Egyébként nem volt könnyű döntés. Azért is mondtam, hogy szívesen csinálnám az egész dolgot Pestről, de ez nem működött. Rendkívül izgalmas időszak volt, az kétségtelen. 88-ban már, nekem járt ki a hivatalból a Magyar Nemzet és a Népszabadság, és hát úgy lehetett olvasni akkor ezeket a újságokat, mint egy krimit, mint egy Agatha Christie-t abban az időszakban. De egyébként, amiként élt, napra kész volt a magyar
közéletből napra kész. Tehát ő, én követtem. Mint és amiatt a hazaköltözöttednek vége? Amiatt a hazaköltözöttednek az igazság, hogy így az volt a elhatározás, hogy próbálunk kívül maradni a magyar politikából, ha lehet. De hát ez egy naív elképzelés, nem lehet tulajdonképpen kívül maradni, meg talán nem is irdomos kívül maradni. Szerintem nekünk, mondjuk gondolkodó értelmiségieknek, hát ki legyen benne, ha nem mi. Aha. De nem válaszoltál úgy, még a Kati kérdésére, nem, hogy miért jöttünk haza. Hát azért jöttünk haza, mert például az ember, ha elmegy nyugdíjba, a Kati miatt, mert azt mondta a Kati, hogy szkráblüzni is fogunk, de azóta se szkráblüztünk egyébként egyszer sem. A barátok miatt. Tehát tulajdonképpen a család miatt jöttünk haza, van egy pár rokon, és a barátok miatt. És a barátok nagyon melegen fogadtak bennünket, de még mindig nem válaszoltam. Az ember, ha külföldi, akkor azért akárhogy is veszük egy exotikus, pláne Kelet-Európából, Svájcban egy exotikus madár marad. Kinyitom a számat, én elég jól tudok franciául. Rendőrségi és bírósági tolmács is, szinkron tolmács is voltam, tehát tényleg elég jól megtanultam francia, gyerekkorom óta tanultam, nem ott tanultam, Svájcban, és de ha az ember kinyitja a száját, abban a pillanatban tudják, hogy oké, rendes gyerek, de nem ide való. És légüres térbe kerül az ember, hogyha elmegy nyugdíjba, mert addig oké, van egy társadalmi közeg, kollégák, stb., de akkor hirtelen magára marad, és tulajdonképpen elmagányosodik. De mindez a szociális kapcsolat, ami a munka miatt megvan, az, ahogy a munka elmúlik, úgy okkal fogyottá válik? Vagy a cég 2001-ben felszámolás alá került, ahol dolgoztam, ez a borzasztó nagy cég. Az nagy megtiszteltetés volt, hogy egyetlen külföldiként a felszámoló csapatba engem bevettek. Ami egy nagyon nagy bizalmi kérdés. Hát nyilván érti a szakmáját. Én a felszámoláshoz speciál nem értettem, mert soha nem csináltam, még azt tudtam, hogy eszik-e vagy isszák, de hát az ember a menet közben ezt megtanulja. Nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, mert tényleg nagyon bizalmi kérdés egy cégnek a felszámolásával foglalkozni, de a kollégák szétszélettek. És nem úgy van, mint itt. Mi például, én a Technoimpexnél dolgoztam. A Technoimpexesek minden évben összejönnek, a cég nem létezik, majdnem 20, hát durván 20 éve nem létezik, vagy 25 most már talán. Ők nem fegyvert exportáltak? Nem, gépipari cég. Az volt. Is gép? Nem. A fegyver, a technika foglalkozott. Akkor valamivel. Na most tudnom kell, hogy mióta hazajöttek, azóta egy nap alatt egyik kiállításról szédelegnek a másikba, hogy utána még elérjék az esti színházat, és, de lehet, hogy még egy mozit is közbe iktatnak a feleségével. Tehát ez is vonzott. Ez is van. Az igazság, hogy Budapesten fantasztikusan gazdag a kulturális élet. De nem csak, ez is teljesen igaz, amit a Kati mond, de ezen kívül még azért vannak itt, és ezt azóta jöttem igazándiból rám, mert itthon vagyunk, olyan szellemi műhelyek, amiket érdemes követni, de nem is lehet mindig követni, mert hát az embernek azért van magánélete is, meg hát írok, tehát folytatom az írást, most is írok egy könyvet, amit félbehagytam ennek a könyvnek a kedvéért, meg írok közben novellákat. És most nyertél is a pályázaton. Igen, tavaly a... Még leesett egy térei ösztöndíj is, nem tudás. Igen. Még gondolkodom rajta, hogy elfogadjam el. Álljon meg egy novellára pályázatban a JC Deco, a francia cég, nagyon rendesek, hogy ezt minden évben kiírják, most már háromszor kiírták, és tavaly a legjobb 20-ban 4500 jelentkező vagy pályázat volt, a legjobb 20-ban bekerült egy novellám, és hát igen, állandóan írok. Én mindig is írtam, csak nem írtam le a papírra. A Lichtig második életét talán én olvastam először gép részleteket. Így van. És az Érdi Sanyi is. És akkor én mondtam a Gabinak, hogy én boldogan elolvasom, de hát én nem vagyok ilyen műkritikus, de hát azért mégis a bölcsész vagyok. És két dolog döbbentett meg, az egyik az, hogy tényleg jól ír, nagyon jól ír. A másik, hogy mi ugye együtt jártunk 4 évig gimiben, jóba is voltunk, azóta is jóba vagyunk. De nálunk nem volt téma az, hogy zsidó valaki, vagy nem zsidó.
És amikor én a papája történetét, mert ez az ő apukájáról szól, elolvastam, hát nem kis megrendülés lett rajtam órá, hogy micsoda élete volt a papájának, és hogy a Gabi milyen távolságtartással, egészséges távolságtartással tudta megírni ezt a könyvet, hogy, de hát végül is azt elmondtad, hogy nem tudtad, hogy kik azok a képen, ki voltak rakva fényképek, mert ugye a papa családját is kiirtották Auschwitzba, a mamáét is, és így jött össze ez a két. Ez egy szokásos családmodell volt, tegyük ezt hozzá, hogy a holokauszt után a túlélők, akik hazajöttek, és akik mögött elvesztett családok voltak, feleségek, férjek, és még elég fiatalok voltak az élethez, azok ilyen egymásba kapaszkodva megcsinálták a második generációt az életükbe, a második gyerekeket, vagy az elvesztett gyerekek helyett az új gyerekeket. Nem lehet valaki helyett, nem lehet újat csinálni, valaki helyett nem lehet új családot építeni, de azért az életnek mennie kell tovább, és azok, akik, tehát szerintem, akik most a 60-as éveikben járnak, azoknak vannak olyan ismerőseik, vagy 70-es éveikben, akik ilyen típusú környezetből származtak, tehát, hogy idős szülők, relatíve idős szülők, most már nem lennének idősnek számító szülők, mert most a 40 éves korban szülés az új divatját éri. De azért 1946-47 környékén azok szültek 40 évesen, akik már az elvesztett gyerekeik helyett szülték. Ugyanakkor is azt azért jelezd kicsit, nem kell az egész könyvet elmondani, hogy az, amin a te édesapád átment, az azért nem egy hétköznapi történet. Nem, jó, akkor egy pár szóra azért menjünk bele a könyvbe, hogy ugye elvesztette az egész családját, tehát a gyerekét, a feleségét, a szüleit, a testvéreit. Erre majd a testvérekre azért szeretnék egy pillanatra majd visszatérni, és akkor végül is új életet kelt Jászberényben. Neki az eredeti szakmája kerékpár műszerész volt, és végre, mint kerékpár műszerész tudott dolgozni, önálló lett, míg 50-ben megjelent két rossz arcú ember, és államosították az üzletet, akkor feljöttünk Pestre, akkor ez 56-ig aránylag konszolidált életet élt, bár közben azért esti technikumba járt, elég az hajnalba elment dolgozni ki a fenébe Budaörsre, utána a keményfém vállalathoz, és akkor utána beült az iskolapadba, tehát nem volt könnyű az sem. 56-ban, miután ő egy nagyon, mindenki szerette, nagyon szimpatikus ember volt, kedves ember volt, beválasztották a munkástanácsba, ahol nem csinált semmit, de ha akart volna is csinálni bármit, idő nem volt rá, de hát azért azokat... De maga a munkástanácsát csinált ott abban semmi, az üzemben semmit. Senki nem csinált semmit, de azért szép lassan kirúgdosták 57 elején ezeket az embereket, mert ugye a Kádár nyoma maradt a munkástanács megalakulása. Igen. És ennyi elég volt ahhoz, hogy a Kádár lapjára, az újonnan gyártott Kádár lapra rákerüljön, mint ellenforradalmár. Igen, úgyhogy tulajdonképpen akkor aztán harmadszor is újra kellett kezdeni az életet, és aztán... Most utána... már értem, hogy maga miért ment el Svájcba. Hát mert egy ilyen családi előzménye, valakinek mégiscsak el kell mennie Svájcba, ha már az édesapja. Megúszza a deportálást, mert dekolva ezt el tudja kerülni. Elveszíti a komplett családját, nagy nehezen felépít egy egzisztenciát magának Jászberényben. Kihúzzák alól, amire államosítják. Végre csinál magának egy majdnem karriert, de a munkástanácsokban való sajnálatos érdeklődése miatt, mert csinálni nem csinált semmit, káderlapot, tehát ilyen rossz káderrel válik, hát neki kellett volna elmennie milliószor. Fölmerült 56-ban egyébként, hogy elmegyünk. Ekvádorban én anyámnak a nővére és a férje is volt egy itt kis gyáruk. Itt is szóba jön a könyvbe is, ez az Ekvádor. Igen, és akkor elég erősen felmerült, hogy elmegyünk. Ráadásul az Almási téren laktunk, és egy jó kollektíva volt a házban. Úgyhogy meg volt szervezve egy teherautóval, hogy megy az egész ház, tehát nem ment végül is, csak egy negyede ment a háznak ki. De hát anyám nem akart menni, apám ment volna különben. Az összes unokatestvérem külföldön él, úgyhogy azért ugye én vagyok, ugye, aki most hazatért. Egyébként azt hiszem jól tettük, jól érezzük magunkat. Itt van. Jól érezzük magunkat. A,
Írod édesapádról, hogy hát jó ízűen nevetni nem láttad. Nem. Mosolyogni is csak olyan felemás módon, és neked meg isteni humorod van, hogy egy ilyen gyerekkor, ami hát nem volt egyszerű, mert ez egy két megkeseredett ember volt, anyukát és apukát. Az volt, nem derül ki ebből, hogy megkeseredettek. De én tudom, hogy igen. Ja, apám igen, más. Anyám nem annyira. Anyám jobban viselte. Ugye anyám kijött a gettóból, és aznap az 5 hónapos gyereke meghalt a kezében. Igen. A könyvből tudom, azért mondom, a férje eltűnt. A férje eltűnéséről hadd mondjak egy szót. Nagyon érdekes történet. Utó történt a könyvben. Nekem nagyon fiatal koromban volt egy első feleségem, akivel nagyon hosszú ideig semmilyen kapcsolatom nem volt, és most se sok van. És amikor a könyv megjelent, akkor elolvasta, és ő családfakutatással foglalkozik, és elkezdte lelkesedésből apámnak a családját, utána később anyámét is kutatni. És anyám mindig azt mondta, hogy az első férje eltűnt, és nem tudja, hogy hol van. Én ebből azt szűrtem le, hogy valószínűleg miután bujkált, ráadásul nem csak zsidó volt, de még kommunista is. Hát az már azért elég súlyos dolog volt 44 vége felé. Hogy nyilván belelőtték a Dunába a nyilasok. És tavaly kaptam egy hivatalos dokumentumot másolatban az első feleségemtől, ebben benne van, hogy Brukban, tehát ebben a halálmenetben, nem messze a Radnót itt is agyonlőtték, meg a Szerbantat, ott agyonlőtték, és még azt sem zárom ki, mert ugye nem lett meg a holttest, hogy abban a úgynevezett a Szása Batthyány féle történetben az a gróf, ugye ott összejöttek Pivornyán, és 80-an részegen. Megírt a könyvben. A munkaszolgálat, 80 munkaszolgálatost, akik egy fészerben éjszakáztak, agyonlőtek. Úgyhogy ilyen utótörténetek vannak. Azon kívül jelentkezett egy ember, akinek az édesapja egy században volt apámmal, mert ugye szerepel a századnak a száma a könyvben, és akkor vele is megbeszéltük a dolgokat, a nagyon kedves ember, ő apja is ott volt. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes utótörténet van. Mondhatok még egy utótörténetet? Uh-huh. Mikor az a Rózsa Dombi rész van, hogy Glázner család, nem vérrokonok, Glázner Pék. Igen. Mindenki, igen. Aki Lipótváros vagy Új-Lipótváros, azt tudja, aki a Gláznerhez járt kenyérél. Igen, hát ők is a családnak a része, és fönt laktak egy gyönyörű villában a Rózsadombon. És arra gondoltam, amikor írtam ezt a részt, hogy hát azért azt meg kéne nézni, mert én utoljára 20 éves koromban voltam ott, és nem biztos, hogy jól emlékszem dolgokra. És megkerestem a házat, és becsöngettem, és egy ember sepregetett az utcán, és azt mondja, hogy kit keres. Azt nem tudom. Azt akkor minek csönget? Hát mondom, ne szeretnék beszélni, mert beszeretnék menni a házba. Jó, azt mondja, hát akkor nyomja meg a felső gombot. Rögtön egyébként azt nyomtam meg, és akkor kiszóltak, és beengedtek. És nagyon kedvesek voltak, és megyek föl a lépcsőn, látom a Glázner Edénének a fényképét a lépcsőfordulóban, de kb. Úgy, mint a Viktória királynőjét, mint hogyha valahol Angliában, aki vesz, mit tudom én, egy új gazdag vesz egy kastélyt valahol, Windsor környékén, hozzá. És az ősöket is, igen. És ezekkel összebarátkoztam, nagyon kedvesek voltak. De mit mondott, amikor becsöngetett, hogy Glázner lány volt az anyukám, ide akarok jönni körülnézni? Vagy pontosan. Mi? Azt mondtam, hogy írok egy könyvet, és hogy autentikus lehessen a dolog, engedjék már meg, hogy 10 percig itt körülnézzük. Hát tudja, mit mondanék én valakinek, aki ezzel csöngetne. A személyigazolványomat megmutattam, itt van, nézzék meg. Azt nem, tegye el a személyig, a kávét kér. Hát fantasztikus. Nagyon, nagyon rendesek voltak. De nem gláznerek, nyomokban sem tartalmaztak abszolút gláznert. Abszolút nem. 6-os cserével jutottak hozzá. Elmesélték. De akkor ez még a szocializmusból kezdődött. Persze. Ugye? Én a harmadiknál veszítettem el a szemafonalat, de ők végig tudták csinálni. És akkor utána, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, hogy volt itt egy egyetem, nem tudom, emlékeznek-e, úgy hívják, hogy CEU. Emlékeznek még rá? Még igen. Na, és akkor nem messze tőle volt egy ilyen hogy mondják, ez a Society Archive, ugye? Igen. Ez a,
Az Open Society. Open Society. Tehát, hogy a Nyitott Társadalom Archívuma című soros intézmény. Igen, és én ott próbáltam még, amikor elkészült a könyv, és nem volt finanszírozás, akkor próbáltam ott tőlük pénzt szerezni, meg kiadó, de ez nem működött egyébként végül is. Hát nem ilyen célokra adnak ők nem, pénzt. Nem, egyébként. Persze, de gondoltam, hogy hát ha. De nem működött a dolog. De ott nagyon kedves volt egy hölgy, aki mindent megpróbált, aki ott ami igazgató. És utána gondoltam, adok neki egy könyvet. És bementem hozzá fél év múlva, és akkor azt mondta, figyelj ide, jöjjön át velem, a CEU egyik igazgatója szeretne magával beszélni. Jó, átmentünk az Arany János utcába egy másik épületbe, és akkor azt mondta egy nő, hogy azt szeretném kérdezni, hogy szóval a Teréz nénének az unokája szeretne magával találkozni. Nem csak ki ez a Teréz néni? Hát a házvezetőnő a Glázner villában. Ja, Teri néni. Igen. És akkor tényleg ez egy egyetemi tanár, az unoka, aki ott nőtt föl a házban, és azt mondta, hogy intézzem már el neki, hogy ő megint bemehessen. Hogy oda, ő is bemehessen, hisz mert maga a család, már így mert a fia bejárna. Amerikában él, és a felesége sem volt ott. Lassan én... idegenvezetést vállalhatott, csoportokat viszel a villába. Hát a Skót BBC, amikor itt forgatták a filmet a Jane Heiningnak a embermentő tevékenységéről, akkor elintéztem, hogy a Scottish BBC bemehessen szintén a házba, és ott forgattak. Na, arról fogok két vagy három hét múlva én is interjút csinálni, mert hogy megjelent egy könyv nem a Heiningról, hanem a magyarországi igazgatónőjéről, és az ügyben, aki írta, azzal fogok beszélni. A Vörösmarty utcában. Hát mert én meg a Vörösmarty utcában jártam általános iskolába, tehát én a Skót iskolába, csak akkor ezt csak így az anyukám emlegette, így meg a nagymamám, egyébként a Vörösmarty utcai általános iskola. Megvan most is egyébként a Skót hogyne intézet. Lett volna, hát voltam, mert a Múasz melletti ház. Van egy fontos mondat, amit valahol olvastam, nem a könyvben, hanem interjútban, meg beszéltünk is róla, hogy amíg az ember kérdezhet, addig nem kérdez, mert ugyan fiatalok vagyunk, kit érdekel a múlt, és amikor már szeretné tudni, akkor már nincs kitől kérdezni. Ez így van. Hogy mennyit tudtál kérdezni papával, mennyire lehetett. Te mennyit tudtál, utána az is érdekel, mert nekem nagyon sok adósságom van sajnos. Attól félek, hogy mindannyiunknak sok az adóssága, illetve nagyon-nagyon szerencsés az, akinek nincs, vagy nagyon kevés van. Mire elkezd bennünket érdekelni, addigra meghalnak a szüleik. Tehát, hogy ez kell igen. Egy bizonyos életkor. Hát ez a baj, igen, ilyesmi. Hogy ezt nem használtuk. Meg azért azzal szoktam magamat vigasztalni, nem biztos, hogy igaz, hogy kíméletből sem kérdeztem apámat. De hagyd hát térjek vissza a nagynénikre, apámnak a húgaira. Amikor ez a könyv megjelent, akkor olvasták Genfben a Genfi Zsidó Egyesületnek a kulturális igazgatónője, véletlenül a magyar származású. És elolvasta, és utána engem beprotestált egy tanulmányba a Lozán Egyetem judeisztika, úgy mondják? Úgy. És pszichológiai tanszék közös interdisziplináris tanulmányával pontosan a második generációk mit tudnak ezekről? Tehát a holokauszt túlélőknek a gyerekei mit tudnak? Erről szól a tanulmány. És két interjút csinált velem egy pszichológus nő az egyetemről. És elém rakott egy papírt, és azt mondta, erre most legyen olyan kedves, rajzolja le a családfát. És akkor elkezdtem. És eljutottam azokhoz a nagynénénkét, akiket Auschwitzban meggyilkoltak, és rájöttem, hogy erről a két testvérről, egyik hazajött Auschwitzból, apámnak az egyik húga, erről a két testvérről soha nem esett szó. És a becenevükön kívül még a utónevüket sem tudom. És úgy elkezdtem szégyelni magamat, hogy csak na, hát így állunk ezzel a kérdéssel. Meséld el kérlek ezt a történetet a vonatról, ami meg akarsz írni. Megírtam, vagy tolna, amit megírtam már a szombatban, ez meg is jelent. Másfél éve körülbelül utaztunk a Gyesebbel, ahol ilyen kupék vannak még. Beülünk a keleti pályaudvaron, ott ül egy kis sovány, szimpatikus, korunkbéli hölgy, egy-két pár évvel, talán két-három évvel idősebb, nézhet ki, és írt. Még nem indult el a vonat. Egy perccel indulás előtt beszáll fekete egyenruhában,
egy skinhead fiú, minden attribitumát viselte a magyar, mondjuk azt fasiszta mozgalmaknak, többnek is, volt azon minden, harckocsitól kezdve, álcázott nyilas kereszt, ilyen a Székvilágban, és leült. Letette a fülébe a fejhallgatóját, és nyilván zenét hallgatott. És egy idő múlva aztán én is elkezdtem írni, mert eszembe jutott valami, és ez a hölgy megszólított engem, hogy mit ír. Mondom, hát a gondolataimat írom. Maga író? Hát nem, nem mondanám, hogy én író vagyok, szoktam írni. És elkezdtünk beszélgetni, és azt mondja, tudja, mit írok? Mondom, nem. Az életemet. Mondom, mindenkinek érdekes az élete. Szóval pláne az enyém. Én a gettóban születtem. És akkor elkezdtem mesélni a dolgokat. Az apja nem jött haza a munkaszolgálatból, ő kiment Izraelbe dolgozni, kibucba, mert ő egyébként New Yorkba aztán kiment 56-ban a mamájával. Pápáról még időben följöttek Pestre, így aztán életben maradtak, de tényleg benn voltak a gettóban, Csillagosház előtte. Szóval mindent felsorolt, ami ebben az ügyben ilyen hívó szó. És ez a fiú, ugye a közepén élnek a beszélgetésnek, egyébként nagyon jó arcú, egy kimondottan szép arcú, tiszta szemű fiú volt, 20 év körüli, kivette a fülébe a fejét, és elkezdett figyelni. És nagyon érdekes volt, mert mint az Üdvözlet a Korzon című Oscar-díjas cseh filmben, láttam, hogy ez a nő, aki egy New Yorkban él, ennek fogalma nincs, hogy ki ül mellette. Halvány fogalma nem volt róla. És ennél fogva borzasztó érdekes lett a történet, és a fiúnak látszott, hogy életében először hallja ezt a történetet. És egyszer csak megszólalt, és elmondta, hogy ja nem, az úgy azért szólalt meg, mert elmondta a nő, hogy és akkor 44 végén nem tudom, hol bujkáltunk. És az a 44 vége, vagy a felszabadult... Hívószó volt. Hívószó volt, meg a gettó, meg a Budapest felszabadulása január 19-e, 45. január 19-e, és ez volt a hívószó, a Pest felszabadulása. És azt mondja, és Budán meg kezdődött a kitörés, mondta a fiú. Mert neki az az ünnep. Neki ez, és elkezdte mondani, hogy micsoda szuper kirándulás ez, amikor ők így február közepén a kitörést megünneplik, a hősöknek az ünnepét, és ő meg elkezdte ezt mondani, ezt a történetet. A hölgynek, aki ott ült, fogalma nem volt róla, hogy ez miről beszél, még a kitörésnél még először valamit mondott is, azt hitte egy ablak, becsület szavamra, mint az ablak, azt hitte egy ablak tört ki, és erre mondott ő valamit. Ez egy zseniális történet volt, és ez mutatja, ezért kell megírni ezeket a dolgokat, és ezért kell beszélni róla, és ezért kell Kertész Imrét többek között tanítani. De pillanat, mi lett ennek a vonatos történetnek a végkifejlete, vagy a lecsengése, hogy egymáshoz simult a neofasiszta és a gettóban született? Nem simult egymásba, párhuzamosan elment egymás mellett, és Győrben a fiú leszállt. Uh-huh. De azt mondta, hogy nagyon szép további utazást kíván, és szép napot. Úgyhogy éppen nem azt mondta, hogy szebb jövőt. Igen, csak azt akarnám mondani, hogy miután ez a nő, aki a gettóban született, ez nem tudta értelmezni a fiú testén a jeleket. Semmit. Előítéletmentesen, mint egy fiatal tetovált utitársal beszélgetett vele. Tehát nem ökölbe szorult gyomorral. A Gabi gyomra szorult. Hát amikor felszálltak velem, és leült velem szemben, ilyen csak velem történhet meg. Én most ezt kell nézzem egész nem tudom meddig. De a fiú egyébként elméletileg nem azt a hülye szó az, hogy meggyőzhető lett volna arról, hogy a dolgokat nézze másként, mint ahogy addig nézte, hanem hogy kitágítható lett volna az ő ismeretanyaga azzal, hogy mi volt a gettóban. Én gondolom, hogy igen. Hát azért egy 20 éves fiú az még spongyaként. Oké, de az volt az érzés, hogy van értelme beszélgetni erről? Olyanokkal, akik egyébként pont az ellenkezőjét gondolják az életről. Hát miután életében nem hallott erről a dologról, meg a kőzeget sem ismeri, abszolút nem, nyilván nem. Általában utálta a zsidókat azért a biztonság kedvéért? Nem derült ki? Nem tudom. Hát biztos utálta, persze, de ő még nem látott zsidót.
De tudta, hogy zsidót lát akkor, amikor beszélgetett? Szerintem akkor már persze, hát egy idő múlva, amit ő elmondta, hogy elment Izraelbe kibuszba dolgozni, azért csak-csak valami, igen, derengett. És végig azért. Édes pofa maradt? Igen. Tehát nem volt agresszív? És... Abszolút nem volt agresszív, nem. Tehát van értelme a párbeszédnek. Tessék? Mondom, tehát van értelme a párbeszédnek. Én úgy gondolom, hogy lenne értelme. Jó, nem mindenkivel. Nyilván nem lesz mindenkivel. Nem tudom, ez bonyolult. Több kerületnek a polgármestere egyeztet, hogy itt se, ott se, amott se, úgyhogy valami csak lesz. Lejárt az időnk sajnos. Tényleg? Mi az, hogy lejárt az időnk? Melyik időnk járt? Én hoztam ebédet. Azt majd most megesszük. Jó. Az a helyzet, hogy a Lichtig második életét azt olvassák el, mert hogy Magyarországon szerintem ez nagyon sok embernek a történetére rímel rá, vagy a szórványos ismereteire erről a korról. Én azt tudom mondani, hogy az én osztálytársaim között, vagy az én társaságomban, mert az osztálytársaim között már nem volt, mert az osztályomban nem voltak ilyen idősebb szülős gyerekek, de a tágabb társaságomban a nálam 5-6 évvel... aki idős, 45 volt apukám, mikor születtem. De te nem ilyen második nekifutásos gyerek voltál. Nem. Tehát, hogy nem volt egy előző elpusztult család mögöttetek. De hogy én ismerek olyanokat, akik mögött volt, és hogy azoknak a gyerekeknek egy kicsit tompább volt a gyerekkora, nem tudom másképpen mondani, mert azok a szülők rosszkedőbbek voltak, mert idősebbek voltak, és mert tragédiákon mentek keresztül, és akárhogy próbálták ezt kompenzálni, ez valahogy a gyerekek vagy az otthon hangulatán megmutatkozott. Nagyon olvastatja magát a könyv, úgyhogy... Maga családjában is így volt ez, mert... A könyvből most a jelenlegi családom? Nem, a régiben, amiben... Persze, ez így volt. Igen. Ez így, mondjuk azért apám, aki háború előtt, ez kiderül a könyvben is, profi futballista volt egy időben. Linyó, ő volt a Linyó, a center half. Azért az MTK meccsekre való járás sokat enyhített ezen a dolgon. Igen. Akár találkozhattunk volna ott, mert én is a papámmal jártam. Igen. Ő nem volt focista, csak nagy drukker. Igen. A továbbiakat megbeszéljük, és akkor welcome home. A mondani szokták, ne bánja meg, hogy az a költöző. Eddig még nem bántuk meg. Köszönöm szépen. Libazsír lesz a jövő héten, és mi lesz? Kembe Szorel Artur. Yes. Akkor is nézzenek bennünket. Viszontlátásra.